Beszélgetést láthatnak Pintér Róberttel. Kapuvár új aljegyzője, az általános iskola alsó tagozatát Veszkénybe járta ki, majd az 5. osztálytól a Széchenyi István általános iskolába tanult. A Móvári Kossuth Lajos gimnázium után az államigazgatási főiskolát végezte el. Az elmúlt években közgazdász diplomát is szerzett. Köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit. Pintér Róbertnek hívnak, veszkényi lakos vagyok, az általános iskolát is Veszkényben végeztem, az alsó tagozatot. A felső tagozat az a akkor alakult hármaszámú általános iskolában folytattam. Az általános iskola elvégzése után Mosonmagyaróvárra a kéttanyelvű, Kossuth Lajos kéttanyelvű gimnáziumba kerültem. Az érettségit követően az államigazgatási főiskola nappali tagozatára kerültem Budapestre, ahol 1997-ben diplomáztam. Diplomát követően sikerült munkába állnom. Az első munkahelyem a jelenleg is, hisz 97. szeptemberében itt kezdtem Kapuváron adóügyi ügyintézőként. Hagyatéki ügyekkel foglalkoztam, később adóellenőrzéssel, illetve belső ellenőrzési feladatokat is elláttam. A tanulást azt nem hagytam abba. Az első diplomám megszerzése után a pénzügyi és számviteli főiskolán szakközgazdás diplomát szereztem adó- és pénzügyi ellenőrzési szakirányon, illetve adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértői szakképesítést. Ezt követően Győrben a Széchenyi István főiskolán még akkor közgazdászdiplomát szereztem pénzügyi szakirányon, amelyet 2-3 évvel később egyetemi kiegészítő képzésben okleveles közgazdász lettem európai tanulmányok szakirányon. Tehát említettem már, hogy 97-ben itt Kapuváron adóügyi ügyintézőként dolgoztam. Több mint 4 évig ez volt a munkahelyem. 2001 decemberében adódott az a lehetőség, hogy a megüresedett Szárföld községi edzői álláshelyére pályázatot nyújthassak be. Sikerült is elnyernem a pályázatot, és 2001 decemberétől egészen 2017. február 28-áig Szárföld község jegyzői feladatait láttam el. A közigazgatás átalakítása reformjai folyamányaként 2013. márciusában megalakultak a közös önkormányzati hivatalok, ahol Szárföld és Babott község önkormányzata alkotott egy közös önkormányzati hivatalt, amelynek jegyzői feladatait szintén én láttam el. Tehát ez a több mint 15 esztendeig tartó jegyzői pályafutásom során több községben is helyettes jegyzői feladatokat végeztem el. 2004-ben és 2005-ben Barbacs Acsalak községben láttam el helyettes jegyzői feladatokat a főmunka helyem mellett, illetve Baboton kétszer is, 2009-ben és 2012-ben is. Milyen érzés volt visszatérni aljegyzőként Kapuvárra? Nagyon jó érzés visszatérni a gyökerekhez, hisz a szakmai pályafutásomnak az alapját itt szereztem meg, azt a tudást, illetve szakmai gyakorlatot, amelyet jegyzői pályafutásom során kamatoztattam. Nem volt ismeretlen a körülmény, munkatársak, igaz az évek során azért változtak, de azért többen azért itt vannak még. Igen, szinte az egész hivatal munkatársait személyesen ismerem, hisz a kistérségi társulási együttműködések, programok, pályázatok során napi kapcsolatban voltunk a kapuvári polgármesteri hivatallal. Milyen munkát végez az aljegyző, mi a feladata? Hát az aljegyzőnek a feladata a jegyző helyettesítése, tehát ha jegyző úr nincsen itt, akkor én látom el az ő feladatait, illetve ha itt van, akkor meg az ő munkáját segítem. Egyebekben vannak saját operatív feladataim is, így a polgármester hivatal személy ügyeinek intézése, az oktatásügyek, az intézményekkel való kapcsolattartás, képzések szervezése, koordinálása, teljesítményértékeléssel kapcsolatos
operatív feladatok, illetve természetesen azok, amelyeket jegyző úr rám bíz. Ön említette, hogy több diplomája van, köztük például közgazdász diploma is. A mindennapokban hogyan tudja ezt a hát nagy tudást, hiszen több diplomáról van itt szó, itt azért tanulni kellett, el kellett végezni, kamatoztatni. Igen, tehát az állami gazgatási főiskola az egy nagyon jó alapot adott a magyar közigazgatási szakemberképzés akkor egyetlen intézménye, jelenleg is a legmeghatározóbb intézménye, úgy gondolom. Nagyon sokféle szertágazó tanulmányokat folytattuk. Nekem a szívügyem, vagy közelebb állt hozzám, mint az államháztartás, a pénzügyek, illetve a gazdálkodás is. Én azt vallom, meg vallottam is, hogy egy jegyzőnek a pénzügyekhez, gazdálkodáshoz mindenképpen érteni kell, hisz a költségvetés, az önkormányzat legfontosabb alapdokumentuma, az meghatározó. Milyen céljai vannak az elkövetkezendő időszakban, hiszen a megbízása határozatlan ideig tart? Igen, hát hosszú távú céljaim vannak természetesen, hisz nagy öröm és megtiszteltetés számomra, ugyanakkor nagy kihívás is, hogy ezt a pozíciót elnyertem, és köszönöm is a bizalmat, és igyekszem megfelelni az elvárásoknak, amelyet magammal szemben támasztottam, és a polgármesterű képviselőtestület, lakosság, illetve a munkatársaim elvárásainak. Az elkövetkezendő időszak fontos céljai, illetve tervei a jogszabályokból adódó feladatoknak az elvégzése. Itt gondolok arra, hogy a kormányzatnak egyik kiemelt célkitűzése az elektronikus ügyintézés bevezetése. Ennek az a lényege, hogy az önkormányzatoknál folyó közigazgatási eljárások számítástechnikai eszközökkel való támogatása. Ehhez szorosan kapcsolódik az úgynevezett ASP szolgáltatáshoz való csatlakozás. Ez egy alkalmazás szolgáltatás, amelynek az a lényege, hogy az önkormányzatok nem szoftvereket telepítenek a saját gépeikre, hanem egy ASP központtól a szolgáltatásokat veszik igénybe, jogszabályban meghatározott ügymenetekre. Az erre való felkészülés, ez egy nagyon komoly feladat. Ugyanakkor 2018-ban országgyűlési választások is lesznek, az erre való felkészülés már a nyár végén elkezdődik. Nagyon fontos itt a Kapuvár Városi Önkormányzatnál a folyó pályázatoknak a menedzselése, koordinálása, és hogyha ebben szerepet kapok, akkor ezt természetesen legjobb tudásom szerint szeretném elvégezni. Az önkormányzatnál még kiemelt cél a jövőre nézve a rendezési terv teljes felülvizsgálata, az abban való koordinációban veszek részt. Illetve 2018. január 1-től a hatóság eljárási törvényt felváltja az általános közigazgatási rendtartás, amelyre való felkészülés az szintén egy nagy és kiemelkedő feladat lesz hivatalunknál. Ugye a jogszabályi változást korábban említette az aljegyző asszony is például, hogy szinte naponta is változhatnak bizonyos jogszabályok. Hogyan tudják önök ezt nyomon követni, hogy az állampolgárok megfelelően tudjanak intézkedni, hogy valamilyen ügyük adódik? Hát ez egy nagyon fontos és kiemelkedő feladat. A jogszabályok figyelése, a közlönyök olvasása az egy napi feladat, illetőleg elektronikus úton egy változás figyelő beállításával figyelem én a legfontosabb jogszabályokat. Hát ezek tanulmányozása, olvasása legtöbbször az sajnos otthon történik az esti időszakban, hiszen a napi munkában nem mindig van erre idő. Mekkora a családja? Két szép fiam van, egy 3,5 éves és egy 1,5 éves. Nem gondolom, hogy az aljegyzői teendők mellett, ami nem 8 órás munka, azért komoly kihívást jelent a gyermekek nevelése is. Igen, ez egy nagy logisztikai feladat a gyerekekkel való törődés, de hát otthon minden időmet rájuk kell, hogy szenteljem. Köszönöm, és munkája sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.